Mindig izgatottan várjuk a június elejét, amikor a kiadók és fejlesztő csapatok megmutatják, hogy mivel készülnek az őszi szezonra, illetve mire számíthatunk tőlük a következő években. Van, hogy egy rakás megjelenési dátummal is szolgálnak, és van, hogy még csak évszámot sem ígérnek, annyira nem tudják, hogy mikorra fogják majd befejezni a munkát egy-egy újdonság esetében. 2023 már eddig is egy jó év volt, és jön még nekünk néhány érdekesség, szinte minden nagyobb kiadó készül valamilyen nagy dobással. Az Xbox a Starfield-el és a Forza Motorsporttal, a PlayStation a Marvel Spider-Man 2-vel és a Square Enix által gondozott, de exkluzívan PS5-re megjelent Final Fantasy 16-tal, a Ubisoft pedig az Assassin's Creed Mirage-zsal és az Avatar Frontiers of Pandora-val kívánja boldoggá tenni az ünnepeket. Szeptemberben és októberben minden hétre jut majd valami izgalmas, lesz, amikor egy napra több is. Ugyanakkor nem volt nehéz észrevenni, hogy néhány korábban belengetett projekt nem csak a sókról hiányzott, de még csak annyit sem mondtak ezek kapcsán, hogy hogy áll a fejlesztés. Ebben a videóban most összeszedtünk 10-et, amiről jó lett volna legalább annyit hallani, hogy halad a munka. Az Undead Labs a 2013-as State of Decay-jel megmutatta, hogy hogyan lehet zombis játékot csinálni másképp, majd a 2018-as State of Decay 2-vel azt, hogy lehet ezt még jobban is. Nem volt tökéletes, a számos, a következő években megjelent frissítés és a Juggernaut Edition kiadás sem tette hozzá, de a rengeteg tapasztalatot a csapat felhasználhatja a harmadik részben. Miután az Xbox Game Studios kötelékébe kerültek, 2020-ban bejelentették a State of Decay 3-at, de már akkor is igyekeztek leszögezni, hogy a megjelenés még évekre lehet. Három esztendő telt el úgy, hogy egy képet sem adtak ki belőle. Annyit tudunk, hogy 2022. áprilisában komoly szervezeti gondok léptek fel, és szeptemberben még olyan fejlesztőket kerestek, akik értenek az Unreal Engine 5-höz. Így is van azért mit mutatni az Xboxnak, de jó lenne, ha ez a projekt nem halna el, és pár év múlva újra visszamehetnénk könnyen elhulló túlélőinket terelgetni a lepusztult világba. Ugyancsak az Xbox villantotta meg 2021-ben, viszont a Just Cause játékokat is jegyző Avalanche Studios projektje a Contraband. Annyit tudni róla, hogy egy kooperatív, nyílt világú alkotás lesz, ami az 1970-es években játszódik Bajan szigetén, a csempészek paradicsomában. Továbbá az is biztos, hogy a megjelenés napján bekerül majd a Game Passba. Hivatalos info nincs, legutóbb június elején pletykálták, hogy a belső tervek változtak, egy évet toltak a megjelenésen, feltehetően ezért nem kommunikáltak vele kapcsolatban semmit. Talán majd jövőre. Nincs hiány Nintendo exkluzívokból, de még csak Metroid játékokból sem. Mióta a Metroid Prime 4-et bejelentették, megjelent már a Metroid Dread és a Metroid Prime Remastered is. Az FPS sorozat következő része viszont valahogy csak nem akar elkészülni. A 2017-es E3-on jelentették be, 19-ben szóltak arról, hogy a Bandai Namco Studios helyett a Retro Studios vezeti a fejlesztést, aztán 2020-ban egy álláshirdetésben kerestek hozzá storyboard rajzolókat. Nem lepődnénk meg, ha ezzel már megvárnák a Switch utódjának megjelenését. Nem baj, amíg várunk, pakolhatjuk még az órákat a Zeldába, illetve lesz nekünk új 2D-s Mario, amiben a főszereplő elefánttá tud változni. Majdnem biztos, hogy a BioWare következő játéka a Dragon Age Dreadwolf lesz, mert ugyan bejelentették már azt is, hogy a Mass Effect folytatódik, de a fantasy szerepjáték fejlesztése előrébb jár. Tavaly októberben azt hallottuk, hogy már az elejétől a végéig játszható, ami persze nem jelenti azt, hogy kész van, csak azt, hogy már a bugok gyomlálása, az élmény optimalizálása zajlik. Decemberben a Dragon Age nap során kapott előzetest legutóbb, aztán februárban arról lehetett hallani, hogy hiányos a szinkron, nem végleges a szöveg, elkaszált funkciók maradtak benne. Nem lehetetlen, hogy 2024 végén majd játszhatjuk, de sajnos a nyári eseményeken erről nem esett szó. Minden idők legtöbb ideje készülő játéka lett a Beyond Good and Evil 2 a közelmúltban, beelőzve a hosszú fejlesztési idő után csalódást okozó Duke Nukem Forever-t. A Ubisoft még 2017-ben lengette be, hogy most már végre sikerült kitalálni, hogy mit akar kezdeni a franchise-zal, aztán úgy tűnt, hogy tényleg alakulgat, de biztosan nem segítette a haladást a széria atya, Michel Ancel 2020-as távozása. A hivatalos kommunikáció szerint nem sokat tett már hozzá egyébként. A pénzügyi jelentésekben még szokták emlegetni, megnyugtatva a befektetőket, és állítólag jól halad, de az, hogy mit értünk ez alatt, és a Ubisoft mire gondol, nem biztos, hogy egyezik. Van még néhány nagy név a kiadónál, ami nagyobb sikerre számíthat, nem baj, ha azokkal foglalkoznak inkább.
Mindjárt folytatjuk, de ne felejtjétek, ha tetszik nektek a videó, akkor bátran dobjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna. Most viszont pörgünk is tovább, mert bőven vannak még játékok, amik említést érdemelnek. Nagy lendületet adott a 2018-as Spider-Man sikere a szuperhősös játékoknak. Az EA Motiv például Vasember főszereplésével készít valamit, az Insomniac Games pedig azután, hogy befejezte a Spider-Man 2-t, a Wolverine-re csoportosítja majd át erőforrásait. Azért nem csak a Marvel fanok járnak jól, hiszen 2021-ben leleplezte a Warner Bros. Games, hogy egy új történetet mesél el Wonder Woman főszereplésével. Azóta megjelent a csalódást keltő Gotham Knights, illetve súlyosan elhalasztották a Suicide Squad Kill the Justice League-et, de ettől még a Monolith Productions valószínűleg nem állt le a munkával. Csak hát az is tény, hogy másfél éve semmit nem hallottunk új játékukról, álláshirdetésekben még írókat kerestek. Lehet, hogy korai volt a bejelentés? Meglepődnénk, ha erre sokan emlékeznének, pedig a 2020 augusztusában bemutatott Unknown Nine Awakening-el nagy tervei vannak a Bandai Namco részeként működő Reflector Entertainmentnek. Az első előzetes óta, amit egyébként a magyar Digic Pictures csinált, semmi újat nem mondtak róla, bár legalább a Revelations alcímű regény, az Out of Sight podcast és a Torment regénysorozat első része elérhető. Igaz, ezeket is az első hullámban a bejelentés környékén adták ki. 2022 végén még munkatársakat toboroztak, azóta a játék Twitter oldala csendes. Legalább a fejlesztő csapatnál látszik mozgolódás, ők ugyanis néhány napja logót cseréltek, és egy videóban mondták el, hogy mennyire jó nekik együtt dolgozni. Minden esetre érdeklődve várjuk. Igazából a most bemutatott, az Xbox és a Ubisoft showját egyaránt letaroló Star Wars Outlaws után egyáltalán nem éreztünk hiányt. Örülünk, ha az első nyílt világú Star Wars játékba belevághatunk majd, és addig is el tudjuk ütni az időt a Star Wars Jedi Survivorrel, de tény, hogy nem adott jelet magáról a Quantic Dream következő projektje, a Star Wars Eclipse, amit 2021. decemberében lengettek be. 2022. szeptemberében és októberében is kiderült néhány érdekes részlet, amelyek segítségével jobban el tudtuk képzelni, hogy milyen játékra számíthatunk, de idén még semmit nem kommunikáltak róla. Simán belefér egyébként, ha 2024 végén adják ki, csak ne tolják rá az Outlaws-ra. Sokáig kérdéses volt, hogy mind dolgozik a The Initiative nevet viselő csapat, amit még 2018-ban hoztak létre az Xbox Game Studios berkein belül, ám 2020-ban kiderült, hogy a feladat a Perfect Dark sorozat újraélesztése, és ebben a Crystal Dynamics is segít nekik. 2021 és 22 folyamán számos fejlesztő távozott, mondván túl lassú a fejlesztés és korlátozzák a kreativitásokat, ennek következtében az év végén az Xbox Game Studios fejese Matt Booty elmondása szerint a csapat megújulásra, az újjáépítésre fókuszált. Ilyen körülmények között persze nehéz dolgozni, de nagyon várjuk már, hogy még többet lássunk a játékból. Az univerzumot tartogat még izgalmas lehetőségeket. Nem tudni pontosan, hogy milyen célt szolgált a The Outer Worlds 2 2021-es bejelentése, mikor köztudott, hogy az Obsidian Entertainment az elmúlt években a Grounded-ra csoportosította az erőforrásainak nagy részét, továbbá leszállította a kisebb léptékű, ám nem kevésbé kiváló Pentimentet, és az idén is megvillantott Avowed élvezi náluk most a fókuszt. Nyilvánvaló volt, hogy a váratlanul nagy sikert aratott 2019-es The Outer Worlds folytatásának megjelenése még évekre van, és igazából nem számítottunk rá, hogy idén párról is felbukkan, mégis van egy kis hiányérzetünk, mindegy, majd a Starfield enyhíti a vágyódásunkat, űrben játszódó akció RPG-ként van azért a két projekt között hasonlóság. A felsoroltak közül ti melyik játékot várjátok a leginkább? Írjátok meg kommentben. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor dobjatok rá egy lájkot, amennyiben korábban még nem tettétek volna meg, bátran iratkozzatok fel a csatornánkra és bökjétek be a csengőt is, hogy értesítést kapjatok a legújabb anyagainkról. Ha esetleg támogatni is szeretnétek a munkánkat, akkor a csatornatagság vagy a szuperköszönet funkciók segítségével erre is lehetőségetek van. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!